Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást. Kortól, nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Mi baj van a világ haladásával? Nagyon rossz felé halad. Rossz felé halad? Sok az elnyomás. Sok az elnyomás? Szeretetlenség. Szeretetlenség? Manipulás. Manipuláció is van? Kapcsiság. És ha erre felé halad tovább a világ, akkor... Szerinted mi várható? Föld vége. Menjünk a levesbe. Kicsit előre szaladok, majd visszatérek rá. Magamról egy-két gondolat. Én kaptam egy küldetést, és a küldetés megvalósításához kaptam képességeket, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítsem, oly módon, hogy közvetlen forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjak át, amely által képessé válnak az aranykorba bejutni, azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek a megvalósításához kaptam egyedülálló, különleges képességeket, és ennek a küldetésnek én mindent alárendeltem, illetve alá is rendelek. Ha milyen jó lenne, hogyha az emberek tudnák, hogy hogyan működik az ember, és akkor talán nem csinálnának annyi nem kívánatos dolgot az emberekkel kapcsolatban, nem? Például ilyen alapvető dolog, hogy nem tudják azt, hogy mondjuk hogyan működik az energiák, hogyan működnek, és nem tudják például azt, hogy ha bármit tesz az ember, mondjuk tételezzük fel, mondjuk pozitív energiát bocsájt ki azáltal, hogy jót cselekszik. Például olyat tesz, amit szeretné. Tehát olyat tesz másokkal, amit szeretné, hogyha valaki vele tenni. Vagy mondjuk olyat tesz, hogy ami a többség érdekét szolgálja. Vagy például nem mulaszt el olyan dolgot, amivel embereken, mondjuk a többségen tudna segíteni. Vagy nem mulaszt el olyan dolgot, amit nem szeretné, hogyha vele szemben valaki más elmulaszt. Tehát mondjuk pozitív dolgot tesz. Akkor ugye a népmesékben hallottunk ilyeneket, hogy jó tett helyébe jót várj, nem? Ami azt jelenti, hogy a jó tett helyébe jót várj, ugye az energiák esetében az úgy működik, hát valahogy valószínűleg ezt megfigyelhették, és ezért beépítették a mesébe is, hogy az ember pozitív energiát bocsájt ki, akkor ez olyan, mint mondjuk a légnyomás különbség. Ha légnyomás különbség van a légkörben, akkor a kisebb légnyomás irányába elkezd beáramlani a levegő, és ez szélt idéz elő. És ugye mindig vannak légköri nyomás különbségek, ezért ugye mozog a levegő. Most az energia is valahogy így kellene elképzelni, hogyha kibocsájt valaki mondjuk pozitív energiát, akkor annak a helyébe pozitív energiát fog visszakapni. Ha kibocsájt valaki mondjuk negatív energiát, tehát mondjuk olyat tesz, amit mondjuk nem szeretne, ha vele tennének, vagy mondjuk olyat tesz, ami a többség érdeke ellen van, stb., vagy nem tesz meg olyat, ami a többség érdekét szolgálna, vagy nem tesz meg olyat, amit
mondjuk bezzegő szeretné, hogyha vele megtennének, és akkor most csak így négy alapelvről beszéltem, akkor az illető negatív energiát hoz létre, azt bocsájt ki, és akkor olyan mértékű negatív energiát fog visszakapni, mint amilyen mértékű negatív energiát bocsájtott ki, és ezáltal kárt okozott. Tehát ami kárt vagy rosszat okozott, vagy akár rossz érzést okozott valakiben, akkor ez negatív energiaként megjelenik, és ezt ő vissza fogja kapni, azt a fajta negatív energiát. Na most nem feltétlenül úgy képzeljétek el, hogy attól a szemétől kapja vissza, hiszen az életben problémákat kaphatunk. Betegség formájában, baleset formájában, vagy családi probléma formájában, vagy anyagi probléma formájában. Tehát abban a formában fogja visszakapni, amiből leginkább megfigyelhető az, hogy neki mit kellett volna másként csinálnia azelőtt, hiszen minden problémát, amit kapunk az életünkben, abból azt látjuk, ha valaki szakértő ezen a területen, akkor azt látja, hogy ha valaki kapott egy problémát, akár személyesen, saját maga, teljesen mindegy, akkor vagy valamit nem jól tett, bár az útján járt, tehát ugye kétféleképpen jelenik ez meg, vagy egyik, vagy másik, tehát vagy az illető nem az útján van, vagy az útján van, de az útján nem azt teszi, amit tennie kellene. És az egy szakértő ezen a területen pontosan meghatározhatja, hogy konkrét, abból a problémából, hogy konkrétan mi lehet az életben, amit másként kellene az illetőnek tennie, hogy továbbiakban ilyen probléma ne jelentkezzen az illető életében. Most mondok egy jellemző dolgot, ami talán leginkább szokott jellemző lenni az emberekre, hát ez a betegség. Tehát kap az ember egy betegséget, és a betegségből pontosan megállapítható az, hogy a betegség ugye ránéz egy szakértő erre a területre, és akkor azt mondja, hogy aha, ilyen betegség, hol jelentkezett, és abból pontosan meg tudja határozni, hogy egy pár kérdés után, hogy a családnak, illetve annak a személynek, akarom mondani, mit kellett volna az életben másként tennie. Tehát másként tennie. Vagy éppen, ugye az is más tett, hogyha valaki nem cselekedett, és cselekednie kellett volna. Tehát ma a legtöbb problémát egyébként nem igazán maguk a... Köszönöm szépen, megint levertem. Úgy kéne valahogy elhelyeznem, hogy ne verjem le. Jó. Tehát maga a problémákat igazából ugye nem azok okozzák, hogy valaki szándékosan elkövet valamilyen olyan tettet, ami a másiknak vagy más embereknek rossz, tehát nem ez a jellemző, hanem az, hogy tudatlanságból követnek el az emberek olyan cselekvést, de azon belül is nem is a cselekvéssel van a legnagyobb probléma bolygószinten, hanem a nem cselekvéssel van a legnagyobb probléma. Tehát ha csak egy dolgot mondok, ez egy szabály, amit el fogok mondani, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Tehát a rossz, amikor eluralkodik a Földön, mindig azért uralkodik el, mert a jó emberek gyakorlatilag tétlenül nézik. Tehát nem tesznek semmit ez ellen. És ez azért nem tesznek semmit, mert ugye hát elég nagy tudatlanság van ezen a téren, bolygószinten. Tehát nagyon jó lenne, hogyha az ember nem csak arról lenne tudomása, hogy hogyan működik az ember, hanem arról is lenne tudomása, hogy hogyan működik az élet.
Tehát ugye mi az, hogy élet? Hát ugye vannak olyan részei az életünknek, ami nem kézzel fogható. Nem kézzel fogható. Például, ha megnézzük, a levegőt nem tudod kézzel fogni, de mégis létezik, nem? Tehát nem tudom, fogtál-e már kézzel oxigént? Nem hiszem. És mégis tudod, hogy ugye oxigénre van szüksége a szervezetednek a belégzéskor. Miért tudod ezt? És ugye ebben mindenki biztos, hogy így van, nem? Ebben a kérdésben senki nem bizonytalan. Miért nem? Mert ez gyakorlatilag mindenkinek tanították, nem? Tehát ez egy alapszintű tudás, és ezzel mindenkinek tanították, és mindenki tisztában van ezzel. És azért tudja, hogy ez létezik, annak ellenére, hogy nem kézzel fogható, mert tanították neki. Tehát ma a legtöbb ember úgy működik a bolygón, hogy abban hisz, amit tanítottak neki, annak ellenére, hogy nem tudott róla meggyőződni. Tehát például most mondok egy dolgot. Honnan tudod, szó szerint, hogy mondjuk a csillagok az égen, azok valós csillagok, mondjuk valós napok. Honnan tudod? Megnézted, elmentél? Nem, azért tudod, mert ezt tanították, nem? Miért régen azt tanították, hogy lapos a föld, és mindenki elhitte, hogy lapos a föld. Érted? És a szélén leesik, ha eljut az ember a szélére. Szóval rájött, elkezdték azt tanítani, hogy a föld gömbölyű, és akkor onnantól kezdve emberek ezt kezdték elhinni. Sőt, régen azt tanították, hogy az univerzum középpontja az a Föld. Azt utána azt mondták, hogy az univerzum középpontja az a Nap. Tehát amit tanítottak, az emberek azt hitték el. Na most, hát ez némi nemű problémát felvet, hogy az ember azt hiszi el, amit tanítanak neki. Ami azt jelenti, hogy akkor lehet, hogy a legtöbb ember nem gondolkodik logikusan. Nem? Tehát úgy gondolkodik, ahogy tanították. Nem úgy, ahogy a logika, a logikus gondolkodás eredményezné. Most mondok egy példát, jó? Tehát ha az ember egy kicsit előszedi a logikáját, ha egyáltalán van neki, mert mintha a legtöbb embernek nem lenne, bár én úgy gondolom, hogy mindenkinek van, csak nem használja. Tehát, hogyha az ember használná a logikáját, akkor például elkezdene gondolkodni. Hogyha logikusan megnézzük, hogy lehet egy élettelen dologba életet, tehát hogy alakulhat át egy élettelen dolog élővé? Hogy alakulhat át egy élettelen dolog élővé? Ha logikusan megnézzük. Hát nyilvánvaló, ha logikusan megnézi az ember, akkor magától soha az életbe, akárhány milliárd év alatt sem fog az élettelenből létrejönni élet. Magától mondom. Ez teljesen logikus. Egy olyan ember, aki nem gondolkodik logikusan, annak meg lehet etetni azt, hogy dehogy nem, mit tudom, belecsap a villám, és akkor létrejön benne az élet, meg ilyen baromságok. Hát nem azért, de ha belecsap a villám, akkor nem, hogy létrejön az élet, hanem meghalsz. Szóval abszolút baromságokat elhitetnek egyes emberek a néppel. És akkor logikusan végig gondolja az ember, hogyha létre kellene hozni életet, akkor nyilván, hogy jönne létre az élet, úgyhogy van egy értelmes lény, amely létrehoz életet, nem? Tehát, ha a kertedben nincsen növény egy darab se, akkor te tudod oda betelepíteni a növényeket, nem? Mint értelmes lény. Nem így van?
És ha nem telepíted be, jó, akkor is a szél meg minden odafúj magukat, és előbb-utóbb gaz lesz, nem? Vagy fák is kinőnek, meg stb. De például nem lennének ilyen mozgások, mint többi, hogy az állattal oda megy a, az állat ürülékével oda megy az a mag, vagy, vagy mit tudom, odafújja a szél, ha ilyenek nem lennének, akkor ott nem nő neki semmi. Hát ezért például ugye megnézed, hát a sivatagban olyan nagyon nem nő ki semmi. Mert nem tudják oda hordani, se a szél nem viszi oda, oké? Hát meg se állat nem hordja oda azt a magot, ami által kibújhatna onnan. Hát meg vizet se kap természetesen. Tehát gyakorlatilag, ha megnézed, akkor melyik a logikusabb, hogy az élet hogy jöhet létre? Magától, vagy úgy, hogy ott volt egy beavatkozás? Hát nyilvánvaló, értelmes beavatkozás hatására, hát logikus, hogy úgy jön létre az élet, nem? Na most, hogyha itt van a bolygónk, ezen a bolygón beavatkozás hatására kellett, hogy létrejöjjön az élet. Na, nézzük meg, hogy miért logikus, hogy beavatkozás hatására kellett, hogy létrejöjjön. Tehát, hogyha, mit tudom én, az élet az bizonyos feltételek között működik. Megvan, hogy hány foktól hány fokig tud működni. Bizonyos fok alatt nincs élet, bizonyos hőmérséklet felett megint nincs élet. Ha nincs folyadék, nincs élet. Stb. Stb. Na most, ha megnézzük, kitalálnak ilyen baromságokat, hogy az élet, mit tudom, egy meteorral jött be. Igaz, hogy a meteor az totál felizzott, és úgy fertőtlenítik az életet bármiben, hogy felmelegítik. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogyha, mit tudom én, mondjuk egy tárgyat fertőtleníteni akartak, akkor fogták, és nagy hőfokra berakták, és ezáltal minden élő organizmus a nagy hőfokon elpusztult. Na most, ha te látsz egy meteort, amelyik éppen becsapódik a Földbe, akkor látod, hogy izzik. Ami azt jelenti, hogy abban gyakorlatilag minden élet, ha esetleg volt is benne, az onnantól kezdve nincs, mert több ezer fokra fölizzott maga a meteor. Na most lehet, hogy téged el lehet hitetni ilyennel, meg lehet etetni, inkább úgy mondanom, olyannal, hogy mit tudom én, valami felizzik, de azért benne marad az élet, hát hitessék el az anyjukkal, tudod? Szóval lényeg az, hogy mindent kitaláltak, hogy az emberekkel elhitessék, hogy az élet az magától jött létre. Gondold végig. De ha te logikusan gondolkodsz, akkor rájössz arra, hogy értelmes lények hozták létre az életet itt a bolygón, de nem mi. Akkor ki? Na most, ha értelmes lény hozhatta létre a bolygót ezen az életen, és azok nem mink voltunk, akkor más lények, nem? Hát logikus, hát teljesen logikus. Ha valakinek ez nem logikus, akkor ő sötét, inkább úgy mondanám. Nem sötét bőrű, hanem az elméje sötét. Szóval lényeg az, hogy az embernek azért kellene tudni átlátni azon a tudatlanságba taszításon, vagy hülyítésen, vagy téveszméken, amit itt a bolygón létezik. Nem? Nem kellene ezt valahogy ezen átlátni? Miért? Hát most gondolj bele, melyik okoz számodra mondjuk jobb érzést? Az, hogy mondjuk te egy olyan lény vagy, akinek az őse a majom, vagy egy olyan lény vagy, akit mondjuk egy szuperintelligens lény képes volt
létrehozni, most nem te rólad van szó, hanem mint emberről. Egy szuper intelligens lény létrehozott téged. Na most melyik a nagyobb önbizalmat? Az, hogy te egyenlő vagy majdnem a majommal, a, mit tudom én, a ükükük nagyapád az a majom, érted? Vagy létrehoztak értelmes lények a saját értelmességüket alapul véve. Hát most melyik ad számodra mondjuk többet? Érted? Mondjuk önbizalom szempontjából. Hát ha elhitetik veled, hogy a majomtól származol, akkor ugye az ember elgondolkodik, akkor azt mondja, hogy hát akkor azért van annyi eszünk majdnem, mint a majomnak. Hát valahogy ezzel nem felértékeljük magunkat, hanem le, nem? Na most, ha egy értelmes lénynek, mit tudom, elgondolkodik, és azt mondja, hogy hát én nem a majomtól származok, hanem mondjuk a bolygón voltak előttünk mondjuk értelmesebb lények, és azoknak az utódai vagyunk, akkor onnantól kezdve azt mondja az ember, hogy hát kikérem magamnak, hogy értelmes lényként hülyítsenek engem. Nem tudom, világos-e. De ha elérik azt, hogy elhiggyék az emberek, hogy ők milyen alantas lényektől származnak, vagy eleve alantas lények, akkor onnantól kezdve akkor azt mondják, hogy hát ez van, ilyen hülye vagyok, ezt kell szeretnem. Nem? Hát gondold végig. Tehát számodra melyik? Tehát fontos-e? Tehát számodra fontos-e, hogy legyen önértékelésed, önbecsülésed és önbizalmad? Hát én szerintem fontos lenne, nem? Bár nem látom, hogy nagyon bólogatsz. Elvárnám egyébként. Tehát ugye ez fontos lenne. Hát ha megnézed a világban, azok tudnak haladni tisztességes úton, tehát nem másokon átgázolva, meg másokat letaposva, nem tisztességes úton, akiknek van önértékelésük, önbecsülésük, meg önbizalmuk. Na most, akiknek van önértékelésük, önbecsülésük, meg önbizalmuk, azok az élet területein megállják a helyüket. Érted? És például átlátnak a manipuláción, az emberi manipuláción. Vagy például képesek arra, hogy önállóvá váljanak. Az önállátó az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindent megtermel, hanem van annyi lóvéja, hogy mindent megvegyen, amit akar. Nem tudom, világos-e. Na most gondold vele végig, hogy számodra mi lenne a jobb, hogyha ismernéd az élet működését és az ember működését, és kellő önértékelésed, önbecsülésed, önbizalmad lenne, és megállnád az életben minden területen a helyedet, hát vagy az a jó, hogy kiszolgáltatott vagy. Melyik a jobb? Hát nyilván nem a kiszolgáltatottság, nem? De most gondolj bele, az mennyire kiszolgáltatottság, hogyha egy ember nyugdíjból él? Vagy segélyből?
Érted? Mennyire kiszáll... Mi lenne, ha holnap azt mondaná az állam, hogy ezt nektek? Mert nincs miből. Akkor hogy működne a kiszolgáltatottság? Jól? Hát biztos szuperül, nem? Mi lenne, ha például azt mondanák a dolgozók egyik napról a másikra, hogy nem fizetünk egy forint adót se az államnak? Akkor ti hogy kapnátok nyugdíjat? Hogy kapnátok segélyt? Dolgozna mindenki, de azt mondaná, hogy ezt fizetünk az államnak egy vasat is. Nem tudna az állam csinálni semmit, mert az összes dolgozóval nem tudna mit csinálni. Nem tudna mit csinálni 4 millió emberrel. Érted? Ti miből kapnátok nyugdíjat? Vagy segélyt? Tehát nem kiszolgáltatottság? Én most csak erre akarlak rávezetni. Hát az. Oké? Már pedig tutira veszem, hogy el fog jönni ide, ilyen időszak. Amikor azt mondják a dolgozók, hogy nem fizetünk többet egy vasat se az államnak. És akkor miből fogsz élni? Nyugdíjasként, vagy segély, tudom én, segélyből élőként? Tehát megnézi a legtöbb ember, tehát az átlag ember megnézi, hol kapta azt vissza, most ne a nyugdíjasokat nézzük, hanem az aktívakat. Hol kapta azt vissza, amit ő befizetett az államnak, az államtól? Sehol semmilyen formában. Érted? Semmilyen formában. Tehát most az átlagember, nyilván aki nagyon beteges, meg mindenféle, az más kérdés. De az átlagember. Tehát nem a segélyből élők, meg nem a nagyon betegesekről beszélek, de az egy kis százalék az átlaghoz képest. Ráadásul még, hogyha jobban megnézzük, ugye a nyugdíjasok nagy része, főleg a férfiak nagy része, az biztos, hogy nem él addig, hogy visszakapja azt a nyugdíjba, amit befizetett az államnak. Érted? Mit tudom, anyám már visszakapta. Mert 82 éves, és amit ő az államnak befizetett, azt már tuti visszakapta. Ugye ez a felosztó kirovó rendszer. De lényeg az, hogy szerintem a legtöbb ember, itt Magyarországon biztos nem. Tehát ezért megnézed, az államnak az az érdeke, hogyha te elmész nyugdíjba, minél hamarabb meghalj. Ez nem vicc. Hát hogy minél kevesebbet kelljen neked nyugdíjat fizetni. Hát nem véletlen az, hogy már például a munkanélküli segély is csak 2 hónap. És utána már nincs munkanélküli segély. Tehát régen 2 év volt. Lehet, hogy 3 hónap, nem is tudom. Azt hiszem csak 2. Régen 2 év volt. Jó, az se normális volt, de mindegy, az egy dolog, elmúlt. Tehát lényeg az, hogy élünk egy olyan világban, ahol az emberek, mit tudom én, tanultak dolgokat, látnak dolgokat, és azt hiszik, az a természetes. Tehát most gondolj bele, az a természetes, hogy te dolgoztál mondjuk, amikor még aktív voltál, és nem nyugdíjas, most a nyugdíjasoknak mondom, és közben, amit az államnak befizették, az vadidegen embereknek kifizették. Tudtél, hogy ez a normális? Vagy most mi dolgozunk, aktívként, és tudti, az a normális, hogy vadidegen embereknek meg kifizetik segélybe, meg kifizetik nyugdíjba. Ez a normális. Hát valaki azt mondja, hogy ez a normális, akkor ez hülye. Mert én persze, hát ha tudnám, hogy kinek fizetik ki, akkor jobban néz neki a dolog, nem?
De tudod? Tudtad? Nem. Hát jó, azt mondjuk erre, hogy hát de ez a rendszer. És akkor ez a jó? Ez egy jó rendszer? Hát figyeld, ha azt mondanák, mint régen. Régen fogták, és felmérték a helyzetet az embereknek, emberek, és azt mondták, hogy hát valószínűleg meg fogok öregedni. És ki fog akkor engem eltartani? Mert nem volt nyugdíj, tudod. Hát ezért csinálok elég gyereket, hogy legyen azok közül majd, aki eltart. Vagy azt mondták, hogy hát kéne, hát segítség odahaza. Hát nincs annyi pénzünk, hogy szolgánk legyen. Hát akkor csinálunk gyerekeket, az majd segítenek. Mi nem így volt? Nehogy azt mondjátok, hogy nem így volt. Na most én például azt láttam, hogy a nejemnek volt az édesanyjának 7 testvére. Az én anyámnak szintén volt 7 testvére. És azt láttam, hogy a nagyszülők, tehát a mi nagyszüleinknél maradt ott gyerek. Sőt, körülöttük is maradt gyerek. Mit tudom én, pár száz méteres körzetben nem is egy gyerek maradt. Érted? Ami azt jelenti, hogy az idősek nem maradtak egyedül. Érted? Körülvette őket a család. És például az én nagyszüleimnek, a vidékinek, most a vidékiről beszélek, nem a pestiről, a vidékinek nem volt nyugdíja, se a nagymamámnak, se a nagypapámnak. Oké? Valószínű, hogy ugye lenne a nejemnek se volt a nagymamájának nyugdíja. A pestinek volt, mert az előtte gyárba dolgozott, ezért volt nyugdíja. De a vidékieknek nem volt. És a családdal, hát nem azt mondom, hogy eltartották, mert az én nagyapám még 70-valány évesen kaszált az állatoknak. Hát nem azt mondom, hogy napi 8 órába, természetesen. De ami azt jelenti, hogy például a nagymamám az meg kenyeret sütött 70-valány évesen. Érted? Tehát gondoskodtak, valami amennyire tudtak, ugye részt vettek a család munkájában, életében. Most gondolj bele, hogy mit tudom én, mondjuk valaki nem is csinál gyereket. Tehát nem is volt gyereke. És akkor megöregszik, és akkor elvárja, hogy itt vagyok öregként, gondozzon az állam. De az államnak nincs pénze, az államnak abból van pénze, amit mi dolgozók befizetünk. Érted? Adót. És gondold végig. Hát ez lenne logikus, hogy azt mondja, hogy itt vagyok én, tartsatok el. Na mire föl? Érted? Na mire föl? Tehát egy olyan világban élünk, ami eléggé furán működik, ha jobban megnézed. Tehát ugye ezt a második világháborút követően így valahogy eltorzult ez az egész rendszer, de ez nem csak ránk vonatkozik, magyarokra, hanem szerte a világban. Ugye a fejlett országok, úgynevezett fejlett országok, fejlett társadalmak, azok így működnek. Tehát, mint tudom, mondok példát. Ugye nyugaton olyan nyugdíjrendszer van, hogy háromlábú. Tehát háromlábú nyugdíjrendszer, az azt jelenti, hogy a dolgozó fizet magának, míg dolgozik. Önkéntes alapon. A munkaadója fizet a dolgozónak, ami teljes, mind a kettő teljes egészében az ő számlájára megy, mint, olyan, mint egy bankszámla. És kamatoztatják, tehát befektetik.
És a harmadik elem az az állami nyugdíj. És körülbelül ebből a nyugdíj úgy áll össze, hogy egy harmadra jön ki majd a saját magad által befizetett, vagy maguk által befizetett, egy harmadra jön ki a munkaadó által befizetett, de az is a tied, egy az egyben a te befektetésed, és egy harmad, amit az állam fizet. Na most Magyarországon hoztak egy szabályt, 96-ban, mikor a magánnyugdíj pénztárakat behozták, az 96-ban volt, hogy mit tudom én hánytól, akik majd nyugdíjba mennek, nem tudom hánytól, azok csak ilyen 33 vagy 37% nyugdíjat kapnak. Tehát nem 67-et, hanem ilyen 33 vagy... Tehát, mint a nyugati rendszer, tudod? Hát ott is az állami nyugdíj körülbelül egy harmada a jövedelemnek. Tehát a nyugdíjnak. És a másik kettő az az önbefektetés, amit egyik a béredből a munkaadó fizet, a másik meg te magad szintén a béredből. De ezek természetesen mind adókedvezménnyel, meg mindenfélével ellátva. Természetesen. És akkor így nyugaton ugye egy kicsit igazságosabb ez a rendszer. Nálunk meg ez nem így működik. Például volt ilyen indítatás a 93-tól, ugye, és annak a magánnyugdíj részét fogták, azt puff, lenullázták. Úgy, ahogy volt. Tehát elkezdték volna így kialakítani a rendszert, hogy legalább az állami nyugdíj az kevesebb részt tegyen ki, és az emberek a nagyobb részt a befektetéseikből éljék majd a nyugdíjat. Ami azt jelenti, hogy most gondolj bele, az állam nem kér tőlünk engedélyt arra, hogy csak fogja és elvonja tőlünk azt a pénzt, amit beszed adóban. Az nem, tehát nem egy megegyezés volt. Érted? Nem egyeztünk meg abba az állammal, hogy mit tudom én, a fizetésed hány százalékát akarod az államnak befizetni. Nem volt ilyen megegyezés. Ami azt jelenti, hogy fogják és lefogják a bizonyos százalékát, tudod, a jövedelmednek. Ez a bizonyos százaléka, ez azt jelenti, hogy ha keresel mondjuk 150 ezer forintot, akkor 150 ezer az állami. Még pluszba. Tehát igazából 300 ezer az összpénz, amiért dolgoztál, de abból a fele az állami. Ma ez Magyarországon körülbelül így van. Na most, ha ezt megnézzük, te ebbe beleegyeztél, hogy az állam lefogjon tőled 150 ezret? Nem. Akkor gyakorlatilag az állam önkényesen csinálja ezt, nem? Ha bármit úgy csinál az ember, akármilyen szervezetről van szó, hogy önkényesen, nem megegyezés alapján, nem megállapodás alapján, akkor onnantól kezdve az negatív energia. Mert ott áll mögött a rendőrség, meg a katonaság, érted? És azt mondja, hogy azért vonom ezt el, mert az enyém a hatalom, és úgy csinálom a dolgomat, hogy én akarom. De ez igazából, ez diktatúra, nem? Tehát a demokráciában meg kellene állapodni abba, hogy az emberek mennyit akarnak fizetni az államnak, nem? Mert ha nem állapodnak meg az emberek az állammal, akkor ezt úgy hívják, hogy diktatúra, nem? Fogják és annyit vonnak el, amennyit akarnak, mert fogják holnap összeül a parlament, és azt mondja, hogy nem 50% az, ami az állami, az összbevételedből, hanem mondjuk 70. És nem tett semmit. Érted? De akkor ez hol a, milyen demokrácia? A demokrácia az a megegyezés, érted? Tehát a demokratikus működés azt jelenti, hogy megegyeznek dolgokban, megállapodnak dolgokban. És hol állapodtak meg veled, hogy mennyit vonnak le tőled? Sehol, nem? Ami azt jelenti, hogy ez gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy tehát egy dolgozótól elveszik azt a pénzt, nem? Tehát szó szerint elveszik.
Na most, ha bármit úgy működik a világ, ha bármit tőled elvesznek akaratad ellenére, onnantól kezdve az negatív energia rád nézve. Na most, aki elvonja, hát ez gyakorlatilag olyan, mintha erőszakkal elveszik tőled. Tehát tőled valamit erőszakkal elvesz bárki, az lehet egy szervezet, akkor arra a személyre, vagy arra a szervezetre nézve az negatív energia. És aki ott dolgozik, arra is negatív energia, meg arra is negatív energia. Tehát mondok egy példát. Ha ellopnak egy festményt, és neked eladják, akkor te orgazda vagy, nem? Aha. Ha elveszik az emberektől a pénzt, és te segélyként fölveszed, vagy nyugdíjként fölveszed, akkor te orgazda vagy. Ugyanaz az energia. Ugyanaz az energia. Érted? Mert nem állapodtak meg veled. Tehát ha megállapodnak valakivel, hogy a festményért mennyit ad, és utána azt a festményt továbbadják, akkor az nem orgazdaság. De ha elveszik valakitől azt a festményt, és eladja, akkor az orgazdaság, érted? Aki megveszi, akkor ő az orgazda. Na most ugyanez, ha veled nem állapodtak meg, mint dolgozóval, hogy tőled mennyit vonnak le, hanem kedvük alapján levonnak, és onnantól kezdve azt a pénzt, amit tőled elvettek a hatalom alapján, elvették, fogják, odaadják másnak, hogy segélyként vagy nyugdíjként kifizessék, mindenki, aki így kap nyugdíjat vagy segélyt, az orgazda. És ugyanazt a negatív energiát éli meg, mint amit egy orgazda él meg. Nem véletlen az, ha megnézed, a nyugati nyugdíjasok egészségesebbek. Mert ők csak egyharmad részben orgazdák. A magyar nyugdíjasok, vagy a keleti nyugdíjasok, a keleti blokk nyugdíjasai, azok meg 100%-ban orgazdák. Mert a nyugati azért egyharmadban, mert a kétharmada a nyugdíjának az az ő befektetéseiből van. A saját befektetéseiből. Érted? Itt meg minden az elvett pénzből van kifizetve. Minden. Oké? Ez, mondom, semmi gond nincs ezzel, csak az a gond ezzel, hogy ezáltal az emberek sokkal több problémával rendelkeznek itt a keleti blokkban, mint nyugaton. Hát látni, hasonlítsd össze. A nyugati nyugdíjasok sokkal nyugodtabbak, és nem ilyen betegesek, mint mi. Ennyi. Mert kisebb mértékben orgazdák. Tehát én azért mondom, nem azért, hogy most akkor mit csináljál, most ez van. Hát ugye van az ártó tettekkel szemben, van egy cselekvés. Tehát, ha azt akarja az ember, hogyha ártó tettben van, már pedig az orgazdaság az ártó tett, tehát ha úgy kapsz szolgáltatást, bármit, hogy nem tudsz viszonozni, nem adsz viszont, mondhatni azt, hogy de ha te megdolgoztál a nyugdíjért, nem. Abból a pénzből, amit befizettél, azt kifizették akkor az akkori nyugdíjasoknak. Hát az akkori nyugdíjasokat abból finanszírozták, meg az akkori állami működés abból működött, amit te akkor befizettél. Tehát ugye ez nem a mostani nyugdíjadra fizettél, te abban egy forintot se fizettél, a nyugatiak azok igen, de te nem. Hát nekünk ilyen volt a rendszerünk. Tehát ha van egy ilyen rendszer, ahol az ember gyakorlatilag olyan dolgokhoz jut, ahol nem, ami nem, amire nem lenne jogosult. Tehát az azt jelenti, hogy nem etikus. Azért, mert mástól elveszik a pénzt, érted, és azt a pénzt neked meg kiosszák. Tehát ez nem etikus. Mit tud ilyenkor csinálni az ember? Hát csak egy dolgot lehet csinálni. Ezt úgy hívják, az ártó tettet, ha bármit az ember elkövet, ártó tettet, akkor kompenzációval tudod ezt megoldani.
Mi az, hogy kompenzáció? Az azt jelenti, hogy mit tudom én, élsz mondjuk 130 ezer forintos nyugdíjból, csak mondtam egy összeget, akkor neked valami olyan tevékenységet kellene végezni, amivel emberek javát szolgálod. És azzal kompenzálod azt a 130 ezer forint jártó tettet, amit fölveszel. Világos ez? Ha nem csinálod, semmi gond, nem az én bajom, a tied. Ennyi. Mert nincs, nem lesznek rendben az energiák oda-haza. Semmi gond nincs ezzel. Attól, hogy valaki szépen élvegéli az életét úgy, mint a többi, attól még nem lesz jó az élete. Nem úgy kell élni, mint a többi, hanem okosan kell élni. Tudni kell, hogy hogyan működik az élet. És bármi olyan pénzhez jut valaki, ami nem etikusan lett hozzád juttatva, akkor onnantól kezdve az ártó tett és negatív energia. És ha te ezt elfogadod, akkor a negatív energiát te megkaptad. És úgy tudod ezt kompenzálni, hogy az élet egyéb területén meg jót cselekszel. Érted? De azért mondjuk ma az átlag nyugdíj, nem tudom mennyi lehet, szerintem 100 ezer biztos van. Az átlag nyugdíj. De van annyi. Az átlag biztos, hogy van annyi. Hát vannak hatalmas nyugdíjasok is azért, vedd azt figyelembe. Persze, simán. Hát simán. Tehát vedd azt figyelembe, hogy vannak nagyon nagy nyugdíjjal rendelkezők is. Úgyhogy az átlag nyugdíj, persze én most voltam lenn Szabolcsba, és mondták, hogy mit tudom, 30-valahány ezer forint nyugdíja van. Tehát ilyenek is vannak. Nem is egy ember mondott ilyen 30-40 ezer forintos nyugdíjat a rokonságba. Tudom, hogy vannak ilyenek. Nem, akkor is vannak olyanok, akik nem ilyenek. Tehát átlagosan mondhatjuk azt, hogy mondjuk a nyugdíj az kb. Átlagosan 100 ezer forint. Tehát 100 ezer forint ártó tett. Ha az ember nem tesz jót kb. Ilyen mértékben, havi szinten, akkor ne csodálkozzon, hogy az élete az nem úgy alakul, ahogy szeretné. Na nézzük meg, hogy mit csinálunk. Jó? Az embereknek eljutatjuk azt a tudást és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké váljanak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Vajon szükség van-e, mit tudom én, olyanra, hogy az emberek helyesen kezeljék az életüket, életterületeiket? Vagy mondjuk problémáikat képesek legyenek megoldani, vagy megelőzni. Vagy hogy képesek legyenek célokat elérni. Vagy legyen, tudom, hogy tudjanak ezekben másoknak is segítségükre lenni. Vajon ez fontos lenne? Egyedülállóan itt minden egy helyen megtalálható, ráadásul még a legkedvezőbb feltételekkel csak itt van a három az egyben. Mi az, hogy három az egyben? Helyre hozhatjuk a saját életünket, helyre hozhatjuk mások életét, és bejuthatunk az aranykorba. Mi az, hogy aranykor? Mindjárt. Miért csináljuk? Azért csináljuk, mert a világban elég nagy tudatlanság van, és ez a tudatlanságot, hogy hozzárakják a vallást, akkor terrorizmus lesz belőle. A világban, ha a tudatlansághoz hozzárakják a hatalmat, akkor zsarnokság lesz belőle. Ha a tudatlansághoz hozzárakják a szabadságot, akkor káosz lesz belőle. Ha a tudatlansághoz hozzárakják a pénzt, akkor korrupció lesz belőle. Ha a tudatlansághoz hozzárakják a szegénységet, akkor bűnözés lesz belőle. Miért nem ez van? Vagy nem ezek vannak?
Azért csináljuk, mert a tudatlanság minden gonosz eszköze, és a gonoszság gyökere. Azért csináljuk, hogy az emberek képesekké váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni, és az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnének, akkor aranykor lehetne. Ezért csinálják. Nekem ez a küldetésem, hogy részt vegyek az aranykor létrehozásában. Mert csak a PPA-nál van egy helyen minden élethelyzetre tudás, módszer és megoldás, ezért az aranykorba jutáshoz a PPA az egyetlen lehetőség. Lehetőség lehetne más is, csak nincs ott minden élethelyzetre tudás. Mert az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van, a lelki fejlődés, hogy aranykor lehessen. Tehát ha nincs lelki fejlődés, nincs aranykor. Mert a PPH az emberek számára az utolsó esély. Ez azt jelenti, hogy nem kapsz több esélyt az aranykorba jutáshoz. Mert nincs is más esély. Tehát az aranykorba jutáshoz nincs más esély. Célunk mindenki lelki fejlődése az aranykorba jutáshoz. Egy fontos teremtői üzenet, akik nyitottak a szellemi lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azért születtek ebbe a földi létben, mert az aranykor létrehozásában részt kell venniük. Aki ezt nem teszi, az nem éli meg az aranykor. Ennyi. Az élet és az ember működéséhez átadjuk a módszereket is. Erről beszéltem. Na nézzük meg a lelki fejlődésnek ma a 7 szintje. Itt van a 7 szint. A legalsó szint az a túlélés szintje. Egyel felett a biztonság. Ezek mind anyagi szintek. Itt kezdődnek az anyagi és szellemi szintek, tehát elkezd jelen lenni a szellemiség. Ahhoz kell a valahova tartozás. Valahova tartozás csak akkor lehet elérni, hogyha az ember személyesen, rendszeresen részt vesz. Az nem valahova tartozás, mondok példát, az nem valahova tartozás, hogy te a Facebookon csetelsz emberekkel. Az a Facebookhoz azért még nem tartozol. Érted? Nem tudsz bemenni. Mit tudom, nincs olyan, hogy hoppá, itt van, mit tudom én mondjuk, egy nagy terem, és akkor ott vannak a Facebookosok, és rendszeresen találkozol velük. Nincs ilyen. Tehát magyarul az nem valahova tartozás, hogy virtuálisan az ember azt gondolja, hogy valahova tartozik. Ez tudod olyan, mint a virtuális szex. Tehát elhitetik az emberekkel, hogy biztos jó. Nem tudom, próbáltad-e már? Én még nem. De nem is akarom. Jobb maradok az élőnél. Csak az kerülhet az aranykorba, aki legalább a 6. lelki szintre felfejlődik. Tehát ahhoz kell, hogy valaki tartozzon egy közösségbe. Közösségbe úgy tartozik az ember, tehát még egyszer, hogyha ott rendszeresen részt vesz. Abban a közösségben megjelenik rendszeresen. Ha nem jelenik meg rendszeresen, akkor ő nem tartozik ahhoz a közösséghez. És egy közösségen belüli saját csapat nélkül nem tud megvalósulni a 3. lelki szintről való továbbfejlődés. Tehát a 4. lelki szint eléréséhez már csapatra van szükség. Itt ez biztosítva van, és a módszerek is biztosítva vannak hozzá, hogy itt bárkinek csapata lehessen. De az, hogy létrehozzon valaki csapatot, azt neki kell megcsinálni. Tehát megvan a módszer, és megvan a segítség, hogy bárki létrehozzon csapatot. De akkor is neki kell megcsinálnia. A lelki fejlődésed által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel. Ezek az életterületek önmagad, a párod, a szüleid, a gyerekeid, mások, munkád, pénzed, környezeted, hatóságok és a teremtőd. Ez mindenkinek vannak ezek az életterületei, de a legtöbb ember, ha megnézed, már megint levettem,
A legtöbb ember, ha megnézed, ezekre az életterületeken valahogy nem boldogul. Valahogy nem boldogul. Tehát fontos lenne, hogy az ember ezekre az életterületeken boldoguljon. És minden életterületen. Ez úgy működik, bármelyik életterületen elkezd el rosszul működni, az negatívan kihat az összes többire. Bármilyen életterületen elkezdesz jól működni, az pozitívan hat az összesre. Mi kell ahhoz, hogy az aranykor létrejöjjön? Hát kellenek ilyen alapvető dolgok, hogy mondjuk kidolgozott rendszer, ez itt megvan, rendszerességgel átadható tudás, ez is megvan, az élet és ember működésének ismerete, ez is megvan, etikus élet, erkölcs, becsület, tisztesség, ez is megvan, folyamatosság, profizmus, ez mind megvan, közösség, folyamatos szervezés, gyakorlási lehetőség, és kell 300 millió tudás átadó. Tehát ahhoz, hogy a bolygón aranykor lehessen, tehát az emberiségre nézve, bár 20% akkor is ki van csukva, tehát ugye csak a 80% számára lehetséges, de ahhoz akkor is kell 300 millió ember. Tudás átadó. Mi kell az, hogy az aranykor létrejöjjön? Nem gondolod, hogy elég szomorú dolog lenne mondjuk rád nézve, ha nem engedhetnél meg magadnak havi 9800 forintot a saját személyiséged fejlesztésére és az életed jobbítására? Hát, ez inkább, ha valaki ezt nem engedheti meg, az szegénységi bizonyítvány. Nem gondolod, hogy az emberek szellemi fejlődésének elősegítése az egyik legetikusabb tevékenység a bolygón? Te csinálhatsz egyébként bármit az életedben. Gyakorlatilag nem igazán fogsz találni ilyen etikus dolgot. Nem jó lenne a szellemi fejlődéseddel pénzt keresned úgy, hogy majd akár ez biztosítaná a megélhetésedet, vagy akár a családodét is. Most van egy megélhetésed, ami azt jelenti, hogy dolgozol valahol, vagy mit tudom, kapsz nyugdíjat, az a megélhetésed. Nem jobb lenne, hogyha a szellemi fejlődéssel kereshetnél pénzt? Milyen olyan munkahelyet találsz, ami ennél etikusabb? Hogy embereket hozzásegítesz a szellemi fejlődéshez, és ezt pénzt kapsz. Ezért pénzt kapsz. Hát ennél etikusabb dolgot én nem tudok elképzelni pénzkeresés tekintetében. Gondold végig. Na most, tehát azt kellene megértened, hogy az életedben minden energia, amilyen az élet különböző területein, amilyen etikusan teszed a dolgod, olyan pozitív energiákat, vagy negatív energiákat kapsz az életedben. És annál boldogabb dolgok jutnak neked az életben, vagy annál boldogtalanabb dolgok jutnak az életben. Ez ettől függ. Tehát ezt fel kellene fogni, hogy ez így működik. Tehát ezért nagy baj, hogy az embereknek fogalmuk nincs, hogy az élet hogyan működik. Fogalmuk nincs, hogy nem tudják azt, hogy minden energia, és mindent energiák mozgatnak, mindent. Semmi nem véletlen. Amilyen mértékű, tehát ez olyan, mint egy mérleg lenne. Érted? Az életed. És akkor bakolodnak be a jó meg a rossz dolgok. Érted? De ha nem csinálsz elég jó dolgot, ne csodálkozz, hogy az életedben nem történnek jó dolgok. Tehát nem úgy működik, mint ahogy a legtöbb ember gondolja, hogy hát én kapjak jó dolgokat. Nem, adni kéne jó dolgokat. És kinek tudsz jó dolgokat adni? Hát az embereknek. Hát kitől tudsz jó dolgokat kapni? Az emberektől, nem? Ha mondjál már olyan dolgot, amit valami jó dolog, amit nem az emberektől kapsz. Hát nincs ilyen. Hát az összes jó dolgot az emberek hozzák létre, nem?
Mit kell tenni, hogy az aranykor megvalósuljon? Mivel itt vagy, te jó ember vagy, kezd el te is az aranykort építő független PPA közösséggel az együttműködés. Független, politikai, vallási és minden tekintetben független. Úttörő szerepünk van. Tenni kell a rendszeresen a dolgunk, vagyis minél több embernek el kell juttatnunk a lelki fejlődést eredményező, a mindennapokban használható boldog élethez vezető tudást. És ez van 24 nagy témánk. 9 hónapos szemesztereink vannak, és itt vannak felsorolva ez a 24 nagy téma. 36 hónapban adjuk át. Igaz, hogy már tervezzük a témák növelését, ahogy jön a tudás. Tehát mindegyik 9 hónap, és mindegyikben 6 téma van. Vissza. Akik nálunk tanulnak és fejlődnek, képessé válnak megoldani az életüket, és eljutni az aranykorba. Hát eléggé ostobaságra val, ha valaki azt gondolja, hogy neki nem kell tanulni az emberrel és az élettel való helyes bánásmódot, illetve ezekben nem kell fejlődnie. A lelki fejlődés az egyetlen út, amelyen teljesen végig kell menned. Ezen az úton nem lehet megállni vagy lelépni róla, mert mindenféle nehézség és zaklatottság fog a hatalmába keríteni. Az nem lelki fejlődés, ha magadért fejlődsz. Másokért kell fejlődnöd. Vagy fejlődsz, vagy szenvedsz. Már nincs más út. Ha nem veszed észre a lelki fejlődésed szükségességét, a szellemiség és a teremtőd szerepét az életedben, tárt karokkal hívsz magadhoz minden rosszat, amit csak lehet. A módszereket is átadó lelki fejlődésre az egyetlen hely a PPA Nyílt Akadémiája. Mit kell tenni, elakadnál a haladásban? Nézz utána megfelelő tudásanyagainkban a megoldásnak. Kérd a PPA-s vezetőt segítségét. Kérd a teremtő segítségét. Na, azt is tanuljuk, hogy ezt hogy kell például. Mi lesz azokkal, akik nem hajlandók lelkileg fejlődni, tudást és módszereket elsajátítani az aranykorba kerüléshez? Az emberiség számára egyetlen egy út van, az aranykorba jutás. Nincs más út. Tudjuk, aki a testét nem táplálja, meghal. 2012. december 23-tól, aki elutasítja a lelki táplálékot, az a lelki fejlődést, az nem éri meg az 2035-ig létrejövő aranykort. Egy egyénnek az aranykorba kerüléshez szükséges tudás elsajátításához legalább 9 év kell. Ezeket, ha nem hiszed, majd megtapasztalod, semmi gond nincs ezzel. Jó. Tehát lényeg az, hogy van nekünk egy, nem az a lényeg, hanem mellékesen mondom, hogy van nekünk egy weboldalunk. Ugye a weboldalunkon itt tudunk belépni. Mindenkinek van vagy egy saját száma, vagy egy e-mail címe, az beírja a felhasználói névhez, vagy e-mail címhez, és mindenkinek van egy jelszava, belépünk az oldalra. Tehát aki belépett az oldalra, akkor egy kicsit megnyílnak a menüpontok a régihez képest, ami kívül van, nem a régihez, ami kívül van, ahhoz képest van egy csomó menüpontunk. És akkor itt részletesen az ember tudja tanulmányozni az, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Itt vannak a képzések, itt van az élő képzés, ami most folyik. Tehát erre rákattantanék, akkor itt lehet nézni az élő képzéseket, az első részt. Akinek jogosultsága van, az itt nézheti a második részt, a jelenhavi élő növekedés, kócsember és életjobbítás, ide kell átcsatlakozni. A második részhez, akinek természetesen jogosultsága van, ahol ilyen fejecske van, meg pluszjel, meg stb., azok a személyek, vagy azok ugye csak azoknak nyílik meg, akiknek erre jogosultságuk van. És
Ugye itt a hasznosban van egy csomó olyan dolog, amit utána tud nézni az ember, például itt vannak a képzésfelvételek. Bele tud az ember tekinteni képzésekbe. Csak úgy meg lehet kérdezni tőled, hogyha új vagy, hogy mi lehet az akadálya annak, hogy tanuló lehess. Gyakorlatilag ennyi. Az első hónapban van egy eltérés, ott nem 9800, hanem 19700 forint a tandíj az első hónapban. Ez 30 óra képzést foglal magába. A képzések azok mindig témakezdéstől témazárásig tartanak. Témakezdés, témazárás az vagy 4 vagy 5 hét. És a következő téma, tehát ez a téma, ez befejeződik a jövő héten, vasárnap, és az utána következő téma kezdődik szerdán. Nem jövő héten szerdán, hanem jövő hét utáni szerdán. És akkor tart egészen szeptember, nem is tudom, tizenvalahányig az a téma. És ezáltal ugye a tandíj, az mindig téma kezdéssel esedékes. Az meg sosem elseje, a témakezdés. Tehát az mindig, van nekünk egy nagy rendezvényünk, általában 4 hetente, ritkábban 5 hetente, tehát évente 12-szer, ami vasárnap van, és 11-től van este 6-ig. És az a témazárás. És utána kezdődik szerdán a témakezdés. És akkor ugye módszerek vannak arra, hogy tanulói szervezés. Megnézitek, itt is van egy csomó menüpont, arra vonatkozóan, hogy segítséget kapj a tanulók szervezésében. Tehát nem a tudás a kérdés az aranykorba jutáshoz, hanem a szervezés a kérdés. Tehát leszünk elegen, és ezáltal lesz-e az emberiség elég nagy létszámú ahhoz, hogy bekerülhessen az aranykorba. Tehát az a helyzet, hogy aki nem kerül be az aranykorba, mert nem fejlődik fel arra a szintre, akkor azt kivonják a forgalomból. Ennyi. A fentiek. Lehet, hogy ez az ő részükről etikástalanságnak tűnik, a tested úgyis csak egy átmenet. Ami azt jelenti, hogy ez a test, amiben most vagy, ez csak egy átmeneti léte a lelkednek. És a lelked az nem most jött létre, hanem már valószínűleg évmilliós vagy évmilliárdos számokban mérhető az életkora. Na most onnantól kezdve az, hogy most te ebben a testben meddig élsz, az részletkérdés. Az részletkérdés. Tehát ami azt jelenti, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy egy élete van, egy halála, hát nagy tévedésben él. Hát nem, mert száma sincs annak, hogy ő neki már hány élete volt, és még utána se tud kérdezni, hogy mennyi volt. És még száma sincs annak, hogy mennyi lesz. Most akkor onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy ki mit gondol ezzel kapcsolatban, de az biztos, hogy nekünk most az a dolgunk, hogy az emberiséget hozzásegítsük ahhoz, hogy bekerülhessen az aranykorba. Aki ezt hátráltatja majd, vagy aki ebben nem akar részt venni, mármint abban, hogy bekerüljön az aranykorba, nem akar bekerülni, ezt úgyis kivonják a forgalomba. Ilyen egyszerű. Hihetetlen. Beleakad a kezem? Tehát lényeg az, hogy elég fontos feladatunk van, szerintem bolygó szinten a legfontosabb, az összes szervezethez képest, ami a bolygón létezik,
hogy létrehozzuk az aranykort. És ez nekünk a dolgunk, én ehhez keresek társakat. Ilyen egyszerű. Jó? És nem csak én keresek társakat, hanem ugye sokunk keresnek társakat ehhez a dologhoz. És azok a személyek, akik itt vannak, és használják is azt, amit tanulnak, akkor az biztos, hogy könnyebben boldogulnak az életükben. Nyilván mindig az a kérdés, hogy az illető használja-e azt, amit tanult. Ugye nem az a kérdés, hogy milyen tudást kap, hanem az, hogy azt a tudást használja. Mindenkinek további jó tanulást kívánok. 20 perc után növekedés coachképzésünk lesz. A coach azt jelenti, egy ember és életjobbító. És egészen tart negyed hétig. Vagy negyed nyolcig? Negyed hétig. Negyed hétig, jó. Oké. Utána pedig PPA klub lesz, ahol lehet kérdezni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, további szép délutánt kívánok és szép vasárnapot mindenkinek. Sziasztok!